parkát akar magának csinálni. Adjon is magára, adni. Háma? Tudod-e, mennyit szeretnék? Hát, hogy ne tudnám? Hát szolgáló vagy, nem hülye? Ennyi, neki nyílt a csipát. Szeret. Mondom, hogy szeretem. És amikor más volt a szolgáló, akkor? Akkor más szeretem. Jó van, na csak viccel. Viccel? Jobb meg. És amikor a bolcsomat a szolgáló, akkor kit szeretem? Akkor a bolcsomat, akkor te milyen fogál itt? Hát ez így, akkor te illeg szeretem. Hát mondom, hogy szeretem. Neki kezdtük még. Hát itt akarja csinálni? Nem, az én a padlás. Jaj, de romantikus. Ott még úgy sem csinál. Na most sem. Én azt hiszem, csak játszik velem. Te ne tüzelj engem, mert nem állok én a padon. Mi itt akarja csinálni az udvaron? Nem mindegy, hogy akarok csinálni. Úgy látom, el akar a csinkófálni ezt a szerelmi kapcsolatot. És mi van, ha a nagysága a szabottól visszakarapott, erre jön. A Mari nem tud. Azt mondta, a Szabóhoz megy, oda is megy. Lehet ez a való lehet. Te bízik benne! Mi van? Mit mond? Tudsz valamit? Én ugyan semmi. Tudd meg, a Maria hűség mit a én még ilyen becsületes asszonytam már. Hát, ha maga mondja, biztos úgy van. Mi van? Mik ezek a célozgatás? Jobban a körmére kéne nézni. Júcsú. Akar sokáig itt dolgozni még nem? Ilyen szája, oké? Hát a szolgáló mindig a gazdájának a kapcája, amit akkor dob el, amikor csak akar. Na jó van, na szó sincs kapcája. Hát akkor tudtony, amit akkor rakt el, amikor csak akar. Tudtony sem. Hát akkor mi vagyunk? Egy nagy szájú vászoncselé, az. És jó lelke, ha fenekelni. Elfenekelni, mi? Arra volt. Otthon meg a méhek dobják körül a kapcát. Hát, nincs is még. Hát, maga sem egyszerű eset. Milyen kaptál? Mi az is látja, ki be a lőlegényben? Túl milyen gyorsan. Nincs a kezdődő. Hogy itt talál, fia, most a hátamban. Szép jó napot, gazdok! És neked is tibig érd nekem? Na, mi áll? Hát gondoltam, ki jövök, sátorsom a hódókat. Milyen jó gondoltam, milyen jó, csak nem most. Igen, nem most kell azokat a hordokat kimossunk. Nem! Jól van ott! Jó, tökéletes! Ennek ülök, én mégis most szeretném kimosni azokat a hordókat. Azt mondta már, na de ti pénteken? Pénteken nem lehet hordót mostani? Nem, nálam nem. Hát nem mostuk eddig pénteken. Azt hittük szombat van. Biztos jól van? Mondtam, hogy jó, tökéletes. Lehet, hogy veled van. Pénteken hordók mostani. Elég az a piacinek. Utána meg azt mondja az uraság egész nap helyétben. Hogy is ne? Tibi, te neked ezt képzeled. Azt mondtam, Pi. Na jó, vannak. Megyek, megkeresem a gyógycsához. Keresem. Itt van a keres, keres. De biztos nem a Sanki azt mondta, hogy lesz. Minek csinálod fel? Ma nem kell hozzon most. Világos. Világos, világos. Na, ha viszont látom. Viszont látás. Azt látom, de hát miért nem az új indult -e? Nem tudom hova, azt mondta viszont látásom. Hogy gondoltam meg valahova? Na ez mások. Tudod, feled? Hova? Hova, hova, hazon? Ja, hazon, teljesen kivett a fejem. Megjött én veled állatom a gyerek. Hát egy nő van a nád mögött.
Erre felé. A szabóhoz indultál, ne? A szabóhoz... Igen!
Nem elepi be a gaz, nem kell-e kapálni, kötőzni, ráadásul a szabottól visszafele jövök. Ha mit vár maga tőle? Jöttem volna arra fele menni. Jó, te jogosan. Na le, Jóska, ő miért? Jóska, miért vagy itt? A lopótökért jöttem. A lopótökért. Félmeztem. Hát az mindegy, hogyan jöttem. Az a lényeg, hogy miért jöttem. A lopótökért. A tetődődel mit? Rálépett a ló. A pincét? Nem, a patlásod. Ne vicceljen velem. Már kibekéztem a szöllőbe, gondoltam iszok egyet. De lementem, megszívtam, s kiittam. S kidettem a tököt szára, a gerendára. Gerendára, de most a szétanul. Nem, a föld. A földön volt a gerendára. Lefújt a szét. Gerendára. Mi van a gerendára? A gerendára fújta le a szét. A tököm, azt fújta. Na, itt kell volna kezdeni. Most már tényleg, most már. Na, megkapta a választ. Jaj, ha megyek is, mert vár a munkba, viszontlátás. Nem viszont. Mi? Hát a tököd. Jaj, persze a tök. Ott vagy kiakasztva a bridge-re, menj, hozz. Tudom, hogy néz ki. Jaj, milyen szép ember ez a Jóska. Jaj, mama, ha ki nézi a ha minden. Már tényleg megyek fel a várunkba, a viszonlátásra. Isten áldja, jó! Szevasz, Jóska! Mit? Elvitt a férjünkén. Jó, milyen jó tette! Hát ellopta! Én megyek, azt visszaszerzek. Majd visszahozza tökkel. És van, hogy számolsz el vele a pistán? Én utána lopózom. Úgy se vár meg az neked. Hát, a remény hal meg utoljára. Na ezt megnézzük. Jaj, meleg helyzet, majdnem lebuktam. Mariskám, már rosszul vagyok a tamariskától. Nem győzlek várni. Hát hol késő? Jaj, Sanyi, ha elmondhatnám. Hát mondd el. Jaj, csak azt nem. Jaj, azt hiszem, egy kicsit túlvállaltam magam. Mit csináltál? Jó, ha nem tudom. Jó, akkor nem akarom. Nem csinálnak mégis inkább a présházban? De, tudod, de. Mégis csak jobb lesz a prés. Nekem már mindegy. Hát az enyém.
Nem az ügyeket. Igen? Igen. De hát ezek férfi. A férfi nemet is szeretem. Ó, hát nézd meg, milyen jól áll neked, sajnos. Mint te hélen a gatya pont úgy. Hát mondd, nem vagyok én kívánatos ebben az ingben. Jaj, dehogy nem. De mindenhogy kívánatos volt. Na, akkor folytass! Csak ezt a napot írjátok! Nem, nem, nem! Miért gondol? Kire gondol? Ki?
ablagyózit össze-vissza mindenféle féltékenységből, meg mi egymásnak. Igen. Mi? Hát látom, hogy megindult a fogaskerék. Lassan beindul a cséplőgép. Mi van a cséplőgép? Semmi, semmi. Látom, elkezdett gondolkodni. Na, mire még csak ott tartok, hogy féltékenység. Hát nagyszerű! Hát kire szokott az ember féltékeny lenni? Feleségé? Na, végre! Na, ne, a Mari nem olyan. Nem! Ne is mondj nekem ilyen. Az én Mari csak is engem szeret. De van, amihez nem kell szerelni. Persze, mosások, mink is. Mi is? Én is a Tibit szeretem, mégis magában is ágyba bújok. Rúcsa, te nem szeretsz? Hát én azt hittem szerelem, hogy csinálom. Á, csak úgy ímmel ámmal. Hát én szeretlek, Júcs. És a feleségé? Ah, mert tudom, mikor az ember megházasít. Jönnek a kifogás. Most ezért, most azért. Á, de te itt vagy nekem, Júcs. Jaj, nagyságos úr, be kéne fejezni a mi kapcsolatunkat. Kend is te munkat, na meg én is. Annak nem lenne jó vége. Én a Tibit szeretem, hadd legyek én csak az övé. Júcs, komolyan mondom. Komolyan, mit bánok le, és bocsánat. Még egy utolsó. Szeretném még egyszer érezni az öled melegét. Aztán nem bánod egy a Tibit. Egyet, és nem tűnt. Ennyi, add bele anyai napait! Ne hagyjuk, nézzem az úr akarata előtt! Júcsa, Júcsa, hol van? Jó napot, Dorsó! Nem látta a Júcsát! Azt mondták el, nincs otthon. Itt jár, de már nem. Az a gyanúm, hogy valami férfi kövű járt rá. A Júcsó? Júcsa nem olyan. De még lehet. Ha hagynak, akkor őket jól lesz nekik. Tibi, te el tudod képzelni a Júcsát? Én még a vagyomakból is el tudom képzelni. Hol? Hát én nem vagyok olyan. De még lehet. Nem akarsz hazamenni? Hát minek mennék én ilyenkor hazatok? Júcsát megkeresd. Hát de mondtam, hogy nincs otthon. Nem a sapja hozott! Teljesen kérdezik a fejlő. Ha kereszem a lopót, az otthoni a rálépett valóban. Nincs! Fó, mi lett vele? Kölcsönök. Ki? Nem minden. Az a lényeg, hogy most nincs így. És mikor hozzák vissza? Holnap. Úgy, hogy holnap kijövetsz. A viszontlátásra. Látom, mire csinálod be? Hát, azt mondta a viszontlátásra, úgy gondoltam, megy valahova. Megint nézzel fogom az eseret. Hogyan, minek mennék én ilyenkor haza? Ekkora gyökér nem lehet. A Júcsát megkeresni. Hát nem mondtam, hogy nincs otthon. Megy vagyok én veled állva, Yeah!
hónapokra kérődte. Hány évet való? Úgy van, széttaposta a tököm. És? Hát nem tudok bót szívni. És? Hát szeretnék kölcsönkérni a tökötöket. Nincs tökünk! Nincs? Nincs. Kölcsön adtunk. Kölcsön adtál? Megint? Hogy megint? Hát a ti tökötök kézről kézre az utóbbi tökünk. Igen, érte kell, amit tökünk. Na, végre!